meg ezt a szót is először a nagymamámtól hallottam, mert volt egy olyan nyaram 9 éves koromban, egyébként pont azon a nyáron, amikor rákakírtam a lábtörlőre. Na, nagyon zűrös. Mi már nem hoztuk volna fel, ha így feltéped. Ne haragudj, de ez itt nem az a műsor, ahol gyerekkel beszélgetünk. A glisszandóid! Glisszandó! Szia, glisszandó! Bármit is jelentsen, az a, az nem, a glisszandó az nem az a kis sós, hosszúkás valami, amit igen, szoktunk. Amit a olasz étteremben előtte adnak. Tartozol az 3000 forinttal, és szeretném, hogyha megadnád a 3000 forintomat. De ma én vásároltam, ugyanis Bibi Márkó jelenleg sörözik. Ugyan kivette a Totálból a sört. Totálból? De? Nem, ez nem így van, te is tudod, de azt mondtad, hogy vegyünk 6 sört, mert a vendégünk majd sörözni fog. Én mondtam, hogy ne, légy szíves, mert szerintem ez szakmaiatlan és emberietlen. Ennek ellenére egyetlen egy ember van, akiben bele tukmáltátok a sört, és az én voltam, de egy kortyot ittam. Viszont én fizettem, és többet, mint 3000, tehát nem tartozom 3000-rel, de megadhatom a 3000-et. Csak akkor viszont beszéljünk arról, hogy az előtti körben mi volt, meg hogy volt. Korábban. De azt senki nem kéri, hogy kétnapos pogácsákat hozzál ide, amiket már otthon nem evett meg a friss háziállatod. Pogácsákat szoktam hozni. Nem, mert amikor hoztál olyat, amit kétnaposítottak eleve, tehát aznap vetted meg, de kétnaposított pogácsa volt. Kétnaposított pogácsa? Képzeld el, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t, legújabb barátomat, igen, egy-két dologról. Hadd olvassam föl, légy szíves. Mint AI, nekem nem áll módonban ajánlani, hogy bárkit is megviccelj. Azonban, ha biztosra akarsz menni, hogy ne bánts meg Hajós Andrást, akkor inkább válasz egy pozitív és barátságos megközelítést, például kérdezd meg tőle, milyen új projekteken dolgozik, vagy gratulálj neki az elmúlt sikeres tevékenységeihez. A humor mindig is egy nehéz műfaj volt, és mindenki másnak vannak különböző határai a humorral kapcsolatban. Ez... András, szeretnék gratulálni a közel 20 éves szakmai múltadhoz. Milyen új projekteken dolgozol? Nem sokára abba hagyom ezt, és akkor végleg már senki nem hall rólam semmit. Te a mesterséges intelligenciához fordulsz, hogy hogyan bánjál velem? Ez nagyon megtisztelő. De nem csak veled, hogyan bánjak, hanem a lámával. Azt mondja, nagyon édes, hogy van egy ilyen kabala állatotok, és remélhetőleg a nézők is szeretik őt látni az adásban. És itt derült ki számomra, hogy semmit nem tud a mesterséges intelligencia. Ez egy robot agy. Igen. A láma egy nagyon kíváncsi és érdeklődő állat, így talán egy ötlet lehet, ha valami új és érdekes dolgot mutattok be neki az adásban. Például adhatsz neki valami játékot, vagy kicsit körbevezetheted a stúdióban, és bemutathatod neki a különböző berendezéseket. Figyelj, lehet, miért van az az érzésem, hogy a mesterséges intelligencia egy jólétben nevelkedett belvárosi modoros bölcsészlány? Mikor kezd el a mesterséges intelligencia úgy írni, hogy így ilyen így fúra, meg tökre? Hogy így kávé szerintem így tökre adom, rombádom, hogy van egy lámátok, így kávé, nagyon élem valót. Jelentkezzen az az egy néző, aki szereti a lámát. Például kérhetett tőle, hogy mutassa be a legjobb tánc mozdulatait, vagy hogy készítsen valami finomat az adás alatt. Az fontos azonban, hogy minden tevékenység legyen biztonságos és megfelelő az állat számára. Tehát ő egyébként egy PC, fair trade. Most igazából egy picit eltörném a kezüket azoknak, akik konkrétan ezt a programot nevelték, vagy idomították, hogy... Éppen szabadítják rá az emberiségre az átkot, tehát a fiam generációja már ezzel írja a dolgozatait, és már néha inkább megírom én, csak hogy valami emberi. Tehát, és ők miközben rászabadítják az emberiségre az átkot, aközben azért az állatokból olyasmiket írunk, csak jó, hogy ennek ilyen pozitív visszhangja. Igen, csak az a baj, hogy amikor viszont te írod a dolgozatot, akkor a tanárok viszont azonnal ChatGPT-t kiáltanak. Tehát azt mondják, hogy na ez biztos, hogy mesterséges intelligencia. Szoktunk dolgozni, és egyébként a ChatGPT-vel is, GPT-vel is úgy kell dolgozni, hogy azt utána vissza kell ellenőrizni, humanizálni kell. Jó, és még feltettem neki egy kérdést, szeretném, hogyha kitalálnád, hogy mi ez a kérdés, amire azt válaszolta. Sajnálom, de az ilyen típusú kérdésekre nem tudok válaszolni, mivel tiszteletben tartom a jó erkölcsöket és az emberi méltóságot. Kérlek, tartózkodj az ilyen kérdések felvetésétől, és inkább más témákról beszéljünk. A megismerkedésünk percében egy kérdéssel fordultál hozzám, ami, és gyanítom, hogy ez ugyanaz a kérdés lehet.
Majdnem, csak nem a C-vágány, hanem az A-vágány, de majdnem. Igen. Tehát ez is egy ilyen vonat. Nos, ennyit mai vendégünkről. De ma nagyon ész, be vagy rúgva? Figyelj, kicsit óvatosabban kéne aludt, tesó, ízelsőzéssel. Legközelebb arra szeretnélek kérni, hogy meleg szénsavmentes sörrel kínálj. De most ha akarod, én bebizonyítom neked, hogy megiszom egy sört, és ugyanúgy fogok viselkedni. De én is ugyanúgy viselkedek. A fasz, teljesen ki vagy. Teljesen, nagyon gáz. Nagyon világomat nem tudom. Gyerekek, haját, Márkos sörözött óra alatt, és nagyon durván. Viszont a következő vendéggel, ő még nem tudja, én már tudom viszont, hogy lelkitársak vagyunk, mert 9 éves korában rá kakilt egy lábtörlőre. Igen, az anyagból, amit kaptunk rendkívül profi módon Dóritól, a szerkesztőnktől, nekem is egy picit ez égette ki a retinámat. Sok-sok más volt, Emmy díj, Artisius díj, legjobb, MTV, Grammy, MTV, ezeket el sem olvastam. De ez az igazán de az, hogy 9 éves korában rákakilt egy lábtörlőre. És nekem ehhez még 9 évesnek se kellett lennem, mert mi elmentünk Görögországba, akkor már 21-22 voltam egy ilyen apartmanba, és ott ugye benne volt a szolgáltatások között, hogy ők tisztán tartják az apartmant és az odavezető folyosót is, de hát ott égtelenkedett egy kutyakaki, és hát akkoriban nem a higiénia volt a zászlónkra tűzve egy fiúkkal, úgyhogy mindenféle ilyen arcmaszkokat csináltunk törölköző, hogy ne érezzük a kakit, és minden nap bementünk, hogy légy szíves. És a harmadik napon, amikor már még mindig ott volt a kaki, én megpróbáltam rákakilni a tetejére, ezzel egy függőleges, tehát egy vertikális kakit. Kakitorony. Kakitorony. Mondjuk ki. Süti. Mondjuk ki kakitorony. És képzeld, ez sikerült. Rakott kaki. Sikerült a rakott kaki elkészítése, és azonnal mentünk vissza, hogy most már tényleg takarítsák el, mert egyre nagyobb. Jó van, mivel te hullarészegen most ennyire kitárulkoztál, ezért én is elmesélek valamit, de egyelőre bízunk az artificial intelligence-re, hogy ez vajon igaz-e. Tehát vajon igaz-e, hogy kamaszkorunkban nekünk a gimnazista barátaimmal volt egy olyan kedvelt, tehát visszatérő periodikusan megismételt kesztelésünk, hogy elmentünk a szabadságtérre, odafele menet föltörtünk egy autót, amiből kivettük a biztonsági, vagy hogy hívják ezt, a egészségügyi dobozt. Uh-huh. Az egészségügyi dobozból kesztyűt húztunk a kezünkre, természetesen az éjjel-nappaliba közben meleg vodka, meleg fanta segítségével berúgtunk, és kutyaszart morzsoltunk. És azt mértük, hogy ki tudja tovább a meleg kutyaszart morzsolni, egyébként teljesen higiénikus orvosi kesztyűben, amitől nekünk is egy kicsit bizarr olyan érzésünk volt, hogy most mi vajon kakit fogunk-e. És én voltam nem megfelelő erkölcsileg a mesterséges intelligencia számára, nem te, aki... De azt mondja, hogy miért kellett ehhez kocsit feltörni? Ez egy kérdés, mert mire kinek mellett... van otthon egészségügyi kesztyűje? Ha már szabadságtér, az egyik barátom kérdezte csak úgy, két kérdést szokott föltenni, szokott volt, ez nagyon régen volt, hogy hányak? Ez volt az egyik, hogy csak úgy. És mondtuk, hogy most szerintem ne. Akkor pisíjek be? Igen, pisíj be, de nem tudod bepisílni, mert hogy van ez, hogy emberek vagyunk, ruhát hordunk, takarjuk a testünket, ez hogy őt is úgy feszélyezte, és tőlem jött a mentő. Meg kell tanulni. Hogyha esetleg letolod bokáig, elkezdesz pisilni, és utána úgy irányítod, és közbe felhúzzuk a nadrágodat. Igen, és egyébként van még egy rátanuló gyakorló módszer, fürdőnadrágban vízben pisilni, az már az ilyen persze, de fél, az azonnal. De az olyan könnyű egyébként. De könnyű, ott is az első az pillanat könnyű. Az olyan nehéz elengedni, mert mégiscsak egy nadrág van rajtad. De te szoktál úszás közben? Szoktam. Akkor még ha már ilyen undorítóak vagyunk, amit úgyis remélem egy az egybe kivágunk belőle, akkor azt hadd mondjam el, hogy az én személyes idolom az a társaság, bár lehet, hogy ez urbán legend, akik azt csinálták, hogy egészben gumimacikat nyeltek le, majd utána hánytak, és az nyert, akinek több épp gumimaci maradt az este végére a hányásában. Valamilyen okból. Tehát, hogy ez a... Szeretnék gratulálni az eddig elért sikereidhez, úgy emberileg, mint szakmailag, és milyen új projekteken. Szóval, hogy egyébként nem csak kakilni tud lábtörlőre, hanem újságíró szakon végzett az ELTE-n, és ezért is lelkitársam, mert én is ugyanúgy nem a szakmában. Habár tulajdonképpen ez már érintőlegesen. Én mondok egy olyat, amiben nem lelkitársunk. Hogy sikeres? Én dolgoztam, nagyon sikeres zenész, és kézzel, de nem alaptalanul. Én dolgoztam vele zenei környezetben, hogy úgy mondjam, és kiderült róla, hogy egy nagyon jó zenész. És hát ő keveri a social media kártyákat a zenekarával, és hát amilyen jól csinálja, előbb-utóbb miniszterelnök is lehetne belőle. És amellett kérlek szépen egy csodapofa! Na jó, nincs más hátra, hogy konferáljuk föl a vendégünket.
Barnabás. 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 Hoppá, szevasz, Héra Barnabás! Hú, szia, Héra Barnabás! Szevasztok, szevasztok! Volt egy kis vitánk a Márkóval az elején, hogy én azt mondtam, hogy ez a ritmusképlet, ez így él igazán, mert több helye van a belső tartalomnak, tehát mint dobos, perkás, ezt létszes erősítsd meg, hogy nekem de van ez igazam, nem egy kis balta, nem a részeg Márkónak. András, hanem változó, zenénünk. Változó. Hát attól függ, hogy mit akarsz hát ezt mondom, hát triolásat, vagy nyolcadosat, vagy tizenhatodosat, ez változó. De annyit még hadd mondjak el, hogy nem egyedül keverem a social media kártyákat, ezt a Giorgioval együtt csináljuk. Jó, de szóval egyedül kakilt el a lábtörlőre. Azt egyedül csináltam, de sajnos nem voltam egyedül, amikor ez megtört. Ezt én úgy képzem, hogy ez valami családi helyzet lehetett, persze, ugye? Persze, ez az volt. És nem nyílt az ajtó, mert anyukád elvesztette a kulcsot, és nagyon kellett, és akkor? Igen, ezt nagyon jól láttad, de nem a saját lábtörlőnkre kakéltem oda, mint ahogy ezt kakéltem. Nagyon helyes. Jobban tetszett volna, ha mondjuk azt, hogy elmentél húsvétkor locsolkodni, és nem adtak 20 forintost a tojásért, és erre azt mondtad, geci, és ide szaltál. Nem. Hát csak egy ilyen balatoni nyaralóvezetben voltunk. Kisöccseme bicikliztünk, ránk jött a vihar, nekem kakélnom kellett, csengettem, de nem nyitottak ajtót a szüleim, nagyszüleim, és ez egy ilyen társasházra jellegű apartman blogban történt meg, és akkor ott, ahol ki volt írva a welcome, gondoltam, hogy itt a két oszlop takarásabb, ez majd jól sül el, de hogy nagyon kire, hogy körülbelül másfél percre vagyok itt, és már akkor igen, arra van szó, hogy... És ennyi is a mai műsorunk, ez volt a kaki show. Én egyszer találtam egy macska kakit a lábtörlőn, és láttam is a szomszéd macskáját, ahogy eliszkol, amikor, és fölmentem a szomszédhoz, és mondtam, hogy hát sajnos a macskája, és azt mondta nekem rezzenéstelen arccal, de úgy, hogy az előszobában volt a macska alom, meg a tálak, hogy neki nincs macskája. Lehet, hogy a te szülőd is azt mondták utána, hogy nekem nincs gyerek. Igen, vittek a fülemnél fogva, hogy a gyerek az odaszal. De hát nem ezért hívtunk. Nem. De nagyon örülünk neked, és arra számítottunk, mert egy mindig vidám csuda pofának ismerünk, de most meg ugye picit... a Giorgio nem ért rá. De most, mintha egy picit fád lennél, mész és fedő alatti. Ja, nem, teljesen rendben vagyok. Igen, egy hétig most betegeskedtem, és most szabadultam ki először a négy fal közül otthonról, úgyhogy nagyon nagy öröm volt idejönni, mert a probléma stúdióban hozzátok. Ez ég és föld. Ez most számodra nyitás, az újrakezdés? Igen, tök akiről beszélgetni. Milyen beteg vagy egyébként? Hisztérikusan önmagát sajnáló, vagy keménységet próbál mutatni? Hát szerintem, amikor először észreveszem, hogy valami nincs rendben, akkor igyekszem ezt valahogy tudomásvétel nélkül átvészelni, és még egy utolsót bulizni, de ezt egyre ritkábban teszem most már, ahogy telnek az évek, rájöttem, hogy ez nem egy jó lépés, de most ezt csináltam. Attól függ, mert van az állapot, meg az a betegség, amit egy jó kiadós berugással el lehet folytani csirájában, és százból egyszer bejön? Nem, most nem sikerült. Most ez nem sikerült, meg annyira nem is volt kiadós, de ennek ellenére itt vagyok, és életben vagyok. Szóval most itt minden szuper. Téged mennyire zavarnak azok a vicces mondatok, amiket a dobosok kapnak általában? Hú, a dobos a zenész legjobb barátja. Hát hála Istennek nem egyedül vagyok dobos ebben a zenekarban, úgyhogy ezt nem nagyon kapom meg. Mostanában régen erről sokat hallottam, de engem úgy titulálnak, mint egy zenész dobost, szóval ezt is. A zenész dobos, igen, egyszerre. De ennek nyilván ebben szerepe van annak is, hogy te közben azért színpadi frontember társ is vagy, tehát te előre jössz, énekelsz is, és biztos ez is egy kicsit kiemel. Tehát ja, te vagy biztos, a magyar persze. Zene Phil Collins-ja. A magyar zene Szikora Robi-ja. Szikora Robi. Az Magyarország válasz a Szikora Robert. Az de jó. Nem, hát nem, de ez nem csak én vagyok így ebben a zenekarból egyébként. Például Péter sem csak egy egyszerű perkás, hanem most felvettük a legújabb lemezünket, Perkás és azon Péter. Ő is fog énekelni, igen, meg ő is ír dalokat. És szóval... így honnan, hogy itt előtte is barátok voltak? Jaj, ne. Kb. Így hogy találkoztatok, hogy így honnan lennél? Ti osztétesek voltatok? Durva. Igen, szóval igen, ez a dobos, a zenész legjobb barátja, ez hála Istennek nem él, amiatt, mert hála Istennek most már egyre kevesebbet dobolok, mert nagyon fárasztó, és nem bírom most már.
Igen. Pedig jól dobolsz. Igyekszem. Én abban a műsorban, amit együtt csináltunk, abban én úgy rád csodálkoztam, mert ott hallottam, hogy jól dobolsz számokban is, de mikor valaki külön, meg úgy figyeltük, ahogy a dalfutárból dolgozol, ez jó dobos vagy. Hát szeretek dobolni. Szóval ne add fel, tesó. Nagyon szeretek dobolni, csak nagyon lusta vagyok a gyakorláshoz, de ez minden hangszerrel így van, legalábbis részemről. Nekünk mondod. De, igen, pontosan. Pontosan. Igen, igen. Hoznál nekünk egy problémát, amit elrejtettél a Matroska Babába, és azt szeretném kérni, látod, ez gyakorlatmédia szereplő. Azt szeretném kérni, hogy bonst ki és olvast fel. Az a ráírva, hogy hipohondria, de ezt tudtam egyébként, hogy ezt tudtad. De sejtettem, igen, igen. Hipohondria, igen. Milyen mértékben kell ezt elképzelni? Ugye mi mindenre nyitottak vagyunk itt ebben a podcastban, de azért ez lehet egy felszínes... Egy dologra nem a hipohondriára. Nem, csak hogy ezt tisztázzuk az elején, arra. Hogy ez egy ilyen, hát én tök maximalista vagyok, meg jaj, tökre megijedek a beteg vagyok, vagy esetleg ez mondjuk tényleg már valamilyen kórosabb, gyanúsabb határon túl van? Nem, kóros azért annak nem nevezném, ez nem egy ilyen Molieri képzelt betegség, ez egészen egyszerűen szerintem csak olyan esetekben jelenik meg, most legutoljára abban, amikor észrevettem, hogy van egy lila folt a kezemem, és nem múlt el, de hát valószínűleg beütöttem, csak nem emlékeztem rá, mert és nem. Ilyenkor be tudsz parázni? Vagy és akkor én arra gondoltam, hogy nekem valószínűleg trombózisom van, igen, és akkor ezt elmondom sok embernek, akik ilyenkor az említett hipohondár jelzővel illetnek engem, és akkor megnyugtatnak. De te nem nyugszol meg? De én is megnyugszom, persze, hogy elmúlik a lila folt, megnyugszom, de hát például, amikor nagyon durván bekajálok egy ilyen frankó csicseri borsós egytálételt, és egy kicsit úgy fájdogál a hasam, és nem múlik, és bele-bele nyilal, akkor azért felhívom biztos az ügyeletet, hogy ezek a tüneteim nincs-e vakbélnyiladásom. Az már komoly, tehát ügyeletet hívás, az már komoly. De az jó az ügyelethívás, mert az nem az, mint a webbeteg, az a legrosszabb dolog szerintem, amit az ember csinálhat, amikor fölmegy. Két perc alatt rákos leszel. Igen, ezt csináltam régebben, de most már megtanultam azt, hogyha valami ilyen problémát észlelek magamon, akkor jobb felhívni az ügyeletet, aki megnyugtat, kiröhög, és elmondja, hogy majd akkor hívjam vissza, hogyha ez meg ez történik, és akkor nem azon történik. Ilyenkor nem gondolkozol, hogy valódi, ténylegesen beteg emberek elől veszed el a telefonvonalat és az időt? De ez nagyon gyógyító. Szerintem nem egy diszpécser dolgozik a Budapest. Neked van egy külön, tudod, a Barnabás diszpécser, hogy gyertek gyorsan, a Barnabás láttam a Facebookon, hogy csicseri borsó, tehát úgy, hogy gyertek gyorsan, mindenki ugyan bezúgy, nem gyakorlat. Nem, nincs. Ez sem fordul elő azért olyan gyakran, de egy párszor már azért cseverésztünk így, és ez általában mindig, nem tudom, húsvét vasárnapkor történik meg, karácsonykor, december 24-én, tehát hogy ezek mindig így vannak, ezért tudják, hogyha ünnepek közelednek, akkor Barnabás meg minket megkeresni. Egyébként az ilyennek gyógyító hatása van. Én voltam egyszer a Honvéd traumatológián éjszaka a lányommal, aki ragaszkodott valami sportsérülésből, hogy szerinte az lehet, hogy nagy baj, és akkor oda bebicegtünk együtt, és amikor a harmadik embert hozták be kettévágva, fejszívvel a fejében, körfűrésszel levágott ujja, akkor azt mondta a kislányom, hogy apa, én meggyógyultam, nekem inkább nincs bajom, viszont akkor meg az volt a probléma, hogy már fölvették az adatainkat, és akkor nem lehet elmenni. Tehát nagyon vigyázz, mert járhatsz úgy, hogy egyszer csak belépsz a rendszerbe valahol, mondjuk nem elég egyik este, hogy felhívod a diszpécsert, hanem azt mondod, hogy hát én meg is mutatom magam. Uh-huh. Ott fölírnak, és kész, kafkai módon benne vagy a rendszerbe, és tudod, ha már benn vagy egy napot, akkor már tényleg beteg leszel. Igen. Megműtenek, kivesznek belőled valamit, onnantól a többi szerv összeomlik. De szerintem nem muszáj benn maradnod, akkor nekem volt ilyen, hogy bementünk a kórházba pont egy december 24-e reggel. Ne haragudj, hogy ilyen önfeletten nevetünk. Ja, semmi baj. És akkor azt mondták, hogy én feküdjek be még egy estét, még egy 27. reggelig tessék. De mondtam, hogy bocs, én inkább mennék haza karácsonyozni, és elengedtek, szóval ebből nem, kaptam, volt zárójelentésem is, meg minden. Szerencséd volt, abban az évben te vagy az egyetlen, akit elengedt. Hány ilyen paksamétád van, amiben a zárójelentések? Mert én azt tudom, hogy nekem egy időben dőltek ki a fiókba. Tehát volt egy külön fiókom, amiben az évi hülyeségeim. Nincs azért rengeteg, de van a polcomon kettő állandó mappa. Az egyikre az, hogy egy Héra Barnabás munkaügyek, a másikra pedig az, hogy
Kira Barnabás leletek, ami egészen gondolom, a munkaügyek az egy nagyon vékony. Nem idegető ugyanolyan, csak, mert nem látod csak, amíg, igen, amíg kinyitod. Szóval, hogy nem tudom, van benne egy pár izgalmas ügy, tehát ugye hülyeségek is rá vannak írva, azok azért nagyon mókások, például egy ilyen, hogy pár napja füvet szívott. Ez az utolsó mondat az egyik zárójelentésben, de most már azt hiszem, hogyha jól láttam, ezt már online is le lehet követni, hogy pontosan te mit csináltál. Hogyne, hát az EST-be igen, szóval ez a jövő. Skynet, ahogy már elhangzott. Volt egy műtétem, ahol fel kellett sorolni, hogy miket fogyasztottam az elmúlt fél évben, és egy egészen vastag bekezdés jött össze. Hogy most nem szeretném úgy elmondani, de betűszavak. Még nem vagy annyira részek, hogy igen, még egy kortyot. Azt mondd el nekem, hogy amikor azzal a jelzővel illetnek, hogy hipohonder, akkor az működik-e, hogy és még hipohonder is vagyok, tehát az eddigi betegségeim mellé még egy bejött. Nem, ez nem betegség szerintem, ami velem van, ez azért én találkoztam már rendes hipohonderrel, aki egészen máshogy éli az életét, itt nekem csak arról van szó, hogyha van valamilyen kisebb fizikai problémám, akkor azt igyekszem nagyon komolyan venni. Meg ezt a szót is először a nagymamámtól hallottam, mert volt egy olyan nyaram, 9 éves koromban egyébként pont azon a nyáron, amikor rákakiltem a lábtörlőre. Na, nagyon zűrös. Mi már nem hoztuk volna fel, ha így feltéped. De arra, de ez itt nem az a műsor, amit ennek beszélgetünk. Na pont ezen a nyáron rendkívül sok időt töltöttem vele és az egyik legjobb barátnővel, Gitta nénivel, akik elmesélték, hogy az ő környezetükben kinek milyen betegsége volt, és megismertem egy csomó új betegséget, amiről akkor még életemben nem hallottam. Az a baj, igen. És akkor én úgy képzeltem azon a nyáron, hogy nekem vagy agydaganatom van, vagy agyvérzésem lesz, vagy bélférgem van, mert akkor tudtam, hogy létezik ilyen, hogy bélféreg. Uh-huh. És hány fajtája van? Na jó, ezt most ebben nem megyünk bele. Nemrég a múltkor most fényképekkel az összeset megnéztem, és kettőt diagnosztizáltam magamban. Igen. Szóval, hogy ezekről akkor hallottam először, és akkor a nagymamám mondta nekem, miután telenyomta az agyamat ezekkel a betegségekkel, hogy Bannikám, te hipohonder vagy. De hát valószínűleg nem vagyok az, csak már elég sokan mondták. De egyrészt nagymamákkal lenni, az valami isteni. Igen. Tehát abból nagyon sokat lehet tanulni. Tehát szerintem összességében azért örülj neki, mert ez megérte, mert viszont ahogy ők homlokig rúzsozva dumálni tudnak dolgokról, az én egyik barátom nagyon sok volt így a nagymamájával, és akkor lett gyanús, hogy nem biztos, hogy vinni kéne, mert volt egy olyan barátnője az ő nagymamájának, akinek az volt a szavajárása, hogy nagyon kell vigyázni édesapot. És ezt mindig mondta a kis Gyurinak. És egyszer arról volt szó, hogy a tanácsnéni is felakasztotta magát. Hát meg tudom érteni, az ura elment, egyedül volt a nagy lakás, gázszámlát, nem bírta tovább, felakasztotta magát. Nagyon kell vigyázni, édesapucikám, mondta a Gyurinak, aki aznap ágyba vizelt, hogy ő neki kell arra vigyázni, hogy ne akassz el fel magát. Ez rá is vonatkozik el. De ettől eltekintve nagymamáktól isteni dolgokat lehet tanulni. Viszont... Amíg a daljerolás, a hajcsavarás... Kucsmámat a fejemen hagyom édesem, mert most őrült ez a fodrász. Én egyébként szeretnék nagymamára öregedni. Én abban sokkal inkább látom a szerepkörömet. De általában az alacsonyabb emberek szoktak nagymamává öregedni. Majd letérdelek. Nekem az úgyis jó. Figyelj, az, hogy kétszer is így visszautasítottad, hogy nem, azért ez nem betegség. De azért mégiscsak elhoztad ezt ide, meg félig viccesen megnyílsz róla, amit köszönünk. Szerintem ez nagyon sok embert érint, ez egy skála lehet minden emberben. Oké, vannak, akik talán már annyira kényszerbetegek ezektől a félelmektől, hogy utcára se tudnak menni, mi nem vagyunk ilyenek, de azért nagyon sokunkban vannak időszakosan ilyen rohamok. Értsük már meg, hogy működik ez, miért van szüksége az embernek arra, mi hiányzik ilyenkor belőlünk, hogy a józan eszünkre hallgatnánk, és azt tudnánk mondani, hogy dehogy van nekem agydaganatom, dehogy van nekem trombózisom egy lila foltól, dehogy van nekem bélférgem. Miért kell az a külső visszajelzés? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de erre nekem mindig szükségem van. Ha a diszpécsertől, akkor tőle, hogyha egy rokonomtól, akkor tőle, ha egy nővérkétől a betegszobán, gimnáziumban, akkor tőle. Őszintén nem tudom erre a választ. Lehet, hogy, ez hogy azért, fontos. Mert a tökéletességre törekszünk, mert az egész világ körülöttünk megköveteli, hogy minden legyen makulátlan és maradéktalan, és próbáljuk magunkat is monitorozni, ezzel birtokolni az irányítást. Nem hinném, hogy ilyen új keletű. Te már említetted Molière-t és a képzelt beteget, azért az egy
több száz éves persze, hát ez... mű, amit, tehát hogy ez mindig is része volt az emberi kultúrának, a hipohondria. Lehet, hogy ez a tudomány fejlődésével együtt jár, de ötletem. És azt te próbáltad már, hogy oké, megállom, tehát volt már ilyen trenírozás, edzés arra, hogy nem fogom felhívni, ezt most én egyedül magamba oldom meg, vagy nincs ilyen igényed? Hát van ilyen igényem, persze, de hát most már, figyelj, 24 év az rengeteg, én már annyi mindent láttam. nagyon érdekes egyébként, nekem olyan is volt, én amikor bevezették a vízi díjat, akkor úgy volt, hogy egy hónap után, hogy is volt, hogyha 20-at lejártál, akkor már nem kellett fizetni abban az évben. És én egy hónap alatt lejártam a 20-at. Tehát ez, akkor jöttem rá, hogy 30 napból én 20-at a rendelőintézetbe töltöttem. És én egyszer szklerózis multiplexet diagnosztizáltam magamon, ja, miközben sétáltam az utcán. De ilyenkor hány éve? Tehát én amikor ez a vizitdíjas időszak volt, én akkor 9 éves voltam. Ugye abban az évben, ha nem tévedek, abban az évben volt ez a pont ez a... Igen. Az áttörlős ügy. Igen, így volt pontosan. Meg akkor estem el a babettával, és akkor én azért voltam a kórházban, szóval, hogy én erre is viszonylag jól lenne. Ez egy trauma, hát akkor a klasszikus freudi módszerekkel most föltártunk egy traumát, hogy tulajdonképpen lehet, hogy te ott szereztél valami egészségügyi ijegységet a kórházban? Nem, én egyébként ezt pontosan tudom, hogy miért kezdődött ez a dolog nálam, ez a hipohondria 9 éves koromban, de hogy ezen már túl kellett volna tennem magam szerintem. Én amikor alsó tagozatos voltam, akkor ezen a nyáron, ez harmadik osztály után történt, akkor a nyár előtti utolsó hittanórán, mert én jártam ilyenre akkor, egy nagyon kedves... Bocsánat, volt lábtörlő? Csak hogy tudjuk a hittanórán. Volt. Lábtörlő nem volt, de volt egy társas egy játék. Egy gusztusos imazsámoly, ez viszont volt a sarokban. Volt egy ilyen társas játék, ami lényegében egy ilyen egyházi kinevet a végén volt, mint hogyha ilyen macikkal, tudod, van ez a macis játék. Egyházi kinevet a végén. Valamikor most pont bedobta, valaki kirakott erről egy sztorit nemrég az Instagramon, és láttam ezt a társasjátékot, és mondtam, hogy bazzeng, nekem ez a társasjáték keserítette meg egy nyaramat 9 éves koromban. És itt az volt, hogy mit tudom én, tiszteletlenül beszéltél a szüleiddel, lép vissza a két mezőt, elmondtál egy mi atyánkot, lépj előre három mezőt, és akkor... Volt egy ilyen mező, hogy embert öltem, lép vissza a start mezőre, és akkor előről kezded a játékot. És volt viszont egy olyan mező, de azért újrakezdhetted a játékot, az emberölésén újrakezdhetted a játékot, igen, viszont én ráléptem egy olyan mezőre, amiért már nem kezdhetted újra a játékot, és hanem kiestél a picsába a játékból. Az annyi, az volt, nem tudom, hogy pontosan mi volt a neve, de valami olyasmi volt, hogy hazudtam gyónás közben, vagy valami ilyesmi. És én azelőtt életemben először gyóntam 2 héttel azelőtt, és akkor ott tudod, ittem magammal a kis cetlimet, hogy így milyen bűneim voltak, és akkor rajta volt, hogy mit tudom én, nem tanultam, azt tudja, csúnyán beszéltem a kisöcsémmel, és fölírtam valami olyasmit is, hogy Playboyt, vagy pornót néztem, vagy valami hasonló cizet, és ezt így nem akartam elmondani egy papnak, hát mi a fasz köze van ahhoz neki, hogy én mit csinálok otthon a négy fal között, és akkor ezt így kiadtam. És erre jött a... És erre rá két hétre. Csapás. Így dobtam a dobókockára, hogy ott ráléptünk erre a mezőre, hogy nem mondtam igazat gyónás közben, és kiestem a játékból. És akkor kérdeztem, hogy miért esek ki, ez mit jelent? Hát, hogy akkor te a... Az azt jelenti, hogyha te hazudsz gyónás közben, hogy te a pokolra fogsz kerülni. És innentől kezdve egy ilyen brutális halálfélelem jött rám 9 éves koromban, hogy én nem akarok meghalni, hiszen akkor még természetesnek vettem azt, tényszerűként kezeltem azt a dolgot, hogy létezik a mennyország, létezik a purgatórium, és létezik a pokol. És rettegtem attól, hogy én meghalok, hiszen én a pokolra fogok kerülni, és én gyűlölni fogom magamat. Úristen, gyerekek, közöttég. Hogy a katolikus egyház... Azt most hagyjuk is, csak azon lamentálnék én inkább, hogy ezek szerint bárcsak ember töltél volna. Bárcsak ember. Újra kezdtél volna. És nem mertem erről beszélni sokáig senkinek, és aztán így lenyomtam ezt a nyarat, és a nyár legvégén mondtam apukámnak, hogy így ez a szitu. Apukámnak, aki egyébként egy egyáltalán nem vallásos ember, és fogalma nem volt ezekről a dogmákról, mondta, hogy
hülyesség, ez ilyen nincs, szóval, hogy ezzel ne foglalkozok, és akkor úgy teljesen eltávolodtam ettől az egész ügytől, és onnantól teljesen... Nyilván, amikor az ember harmadikos korában valami ilyesmit talál, akkor az nem azt jelenti, hogy készségszinten lavírozik a kategóriák között a Pornhubon, hanem akkor, mit tudom én, beírta a Google-be körülbelül azt, amit látott egy héttel azelőtt a Fókuszban, hogy Kelemen Anna, és akkor arról néztem fotókat, hogy mit tudom én, valami ilyesmi. Nagyon mélyre jutottunk, és mélyet valata is gondolod, hogy mert ez kicsit olyan regényesnek is hangzik, meg iszonyú szórakoztatón adod elő, és kontrolláltan, uraltan és eltávolodva, de gondolod, hogy ez tényleg innen ered az, hogy akkor te elkezdtél aggódni magadért? Igen, elkezdtem aggódni azért, és ezek ilyen halálos ügyek voltak, ugye, meg akkor itt tök sokat foglalkoztam miatt a halállal akkor, mert hogyha lényegében addig nem volt bennem egy halálfélelem, amit akkor éppen jogosnak éreztem, hogy ez van, és hogy nekem most már tényleg félnem kell, mert öcsém, te elvágtad magad innentől kezdve egy életre. 9 éves korod, érted, egy 9 éves gyerek az miket csinálhat, amik megbocsájtatatlan ügyek? Hát nem az, hogy egy papnak nem mondta el azt, hogy mit tudom én, Kelemen Annás videókat. Hát az én anyukám 6-7 éves kora körül úgy szakított a katolikus egyházzal és vallással, hogy nekik is gyónni kellett. Ezzel szemben, ha valaki nem gyónt, akkor azt megpofozta a pap bácsi. Jézusom! Viszont ezért ettől való félelemben ők serényen nézték a Bibliát, hogy bűnöket gyűjtsenek, mert már nem volt több ötletük. Ezért amikor a 6 éves anyukám odament és azt mondta, hogy ő paráználkodott és fele barátja feleségét szerette, majd erre is megpofozta a pap, hogy ő mit hazudozik, akkor ő azt mondta le ebből, hogy nincs bűne, pofozzák, van bűne, pofozzák, akkor ez nem egy jó hely. Igen, ennek valóban nincs túl sok értelme, de hát ez ilyen sajnos. Na de akkor ne a gyökereket nézzük, és ne bántsuk az egyházakat és a világvallásokat, de akkor marad az emberbe valami oknál fogva, az embernek egyszer csak szétfoszlik ez a gyermeki ártatlansága, egyszer csak lát valamit, átlát ezen a Matrixon, és úgy megérti, hogy ja, hogy itt van, lehetnek bajok. Én például egy Delta című tévéműsorban láttam egy kinyitott kis majmot, mert valami orvosi kísérlet volt, és egyszerűen hosszan mutattak egy kis majmot, akinek föl volt vágva a hasa, és benne műtöttek valamit. Tehát megmentették a majomka életét, de ki volt nyitva, és én emlékszem arra, én is olyan 9 éves körül lehettem, hogy így megdöbbent... Ne csináljuk ezt. Ez már egyszer meghalt ez a láma. Mársd ki! Látod, hogy kis szőrszálak repültek, ahol tűzöltek. Ezek most itt vannak. Azra vigyázz, hogy ez lehet, hogy lámakóros. Csak szólok, hogy lehet, hogy ez egy lámakóros tűzszentés volt. Nem köpött le, legalább csak tűzszentett egyet, hála Istennek. Nem vészes, meg nem is. Majd be vagyok oltva a lámakórára. Sosem lehet tudni. Szóval valahol én attól a kinyitott kis állattól ébredtem rá arra, hogy hát ő is, én is, tehát hogy mi kinyithatóak vagyunk, hogy ez van belül, és akkor onnantól kezdve én is nagyon nem szerettem ezt, noha orvos az apám, és aztán nekem is volt olyan időszakom, én emlékszem arra, hogy milyen volt az, amikor így fel kellett hívni valakit, és kicsit úgy önmagam előtt is szégyelve, kicsit ezáltal, hogy elmesélem neki, hogy mitől félek, magamat is kinevetve így visszauralni ezt az egészet, meg visszhangoztatni, hogy majd ha a másik nem vesz komolyan, akkor én attól megnyugszom, hogy akkor ez biztos nem akkora baj. Nekem ez, én ezt elemeztem ki magamból, hogy azért csinálom ezeket a... Figyelj, itt most esküszöm, itt van egy nagy baj, hogyha ő röhög rajta, akkor az segít nekem nem komolyan venni. Ez így van. Is ez működik? Persze, abszolút így van. Bár bizonyos esetekben, mondjuk amikor tényleg nagyon beteg vagyok, ez így visszatud ütni, hogy akkor nem feltétlen hiszik el, hogy tényleg valami nagy. Nem, hát nem, csak én ezt projektálom magamban. De szerintem nem volt ilyen. Hát és az orvosoknak hiszel, mert a Márko az orvosokkal is vitatkozik. Már nem, de hogyha te fejtegetted, hogy mi volt az oka, én azt hiszem, hogy rájöttem, hogy nálam mi volt az oka annak, és
ez a végtelen narcisztikusságom és a saját fontosságom. Tehát az, hogy nekem muszáj meggyőződnöm arról, hogy ez a rendszer, ez tökéletesen működik, mert hogyha nem 100%-os hatásfokkal, akkor, illetve az én fontosságom, hogy milyen óriási veszteség lenne a világnak, hogyha én tényleg ebbe a szklerózis multiplexben én itt elkezdenék leépülni. És még egy dolog, hogy ott senki nem baszogatott. Hogy ott ültem a rendelőintézetbe órákig, senki nem baszogatott. Olvastam, zenét hallgattam. Tehát jó szerettél, vágytál a magányra. Szerettem ott lenni, mert egyébként meg, hogyha nem ott voltam, akkor lelkiismeret furdalásom volt, hogy miért nem válaszoltam ezekre a levelekre, miért nem sportoltam többet, miért nem gyakoroltam még a hangszeren, miért nem, ott meg minden. Tehát a betegséget szubotikál tulajdonképpen egy elkaminó, az volt nekem sziget? Pontosan az volt nekem a pihenés. Uh-huh. És akkor így, de hogyha úgy tetszik, akkor azt is lehet mondani, hogy így bújtál ki a feladataid alól, hogy igen, vagy beteg vagyok. Vagy inkább így tiltakozott a szervezetem az ellen, hogy túlhajszoljam magam, és aztán egyszer csak lettek ennél még magamnál is fontosabb dolgok az életemben, és ezt az egészet úgy elengedtem. Te egyébként most, ha így visszakérdeztél neki, hogy akkor így bújtál ki dolgokból, te valamilyen mintázatot felfedezel abba, hogy mikor tör rád, tehát mikor lesznek gyanús lila foltjaid? Nem, de mondjuk az van, hogyha... most már majdnem kinyitottam a következő témát, de... Van következő? Mondható, tehát nyisd ki! Igen, van. Van egy következő téma is, ami nem más, mint a én azt halogatás. Szeretném, hogy azt nyelje le a láma, és a láma fulladjon meg, és azzal együtt temessék el. Ez az én vágyom ezzel a műsorral. Folytasd, kérlek. Tehát a halogatás a következő. Halogatás? Mint halál? Elhalogatás? Nem. Hát, mint például, viszont, hogyha van valamilyen tényleges problémám, amire én ismerek egy jól bevált gyógyszert, amit ki kell váltanom, hiszen az csak vénnyel működik, akkor halogatom azt a kínos beszélgetést a házi orvosommal, vagy az ő asszisztensével. De miért nem teszel el a péniszkrémből, miért nem váltasz ki kétszer, annyit elteszel, és akkor legközelebb is ott van. Igen, jogos, én is gondolom, csak ilyenkor nekem az jut eszembe, hogyha én esetleg kétszer annyi péniszkrémet vagy vazelint iratnék föl, akkor arra gyanakodna a házi orvosom, hogy én ezzel kereskedni szeretném. Vagy hogy öngyilkos, hogy gyűjtögeted, és öngyilkos akarsz lenni. Igen, és annyi péniszkrémmel megölni magad. Igen, bár nem tudom, hogy mi az a péniszkrém, vagy hogy... Ezt mi se tudjuk. Ezt tudjuk, az, amit majd az anyukád úgy visz utánad az iskolába, hogy kisfiam, a péniszkrém... Persze 5 percen 8 után bekopog, kisfiam, a péniszkrémedet ott. Ez csak nem valakivel megtörtént, aki most ezt a része nem bevallja. Nem. De vietnámi balzsamot maximum, mint péniszkrém. Nem tudom, miért csinálsz így. Én sem, hogy miért két embert? Miért két embert izgatsz közben? Szóval akkor nem hívom fel a házi orvost, vagy az asszisztensét, jellemzően inkább e-mailt szoktam írni, mert az a tuti, de hogy elmegyek a gyógyszertárba, és tudom, hogy ehhez szükség lesz a receptre, de én azért bepróbálkozom, hogy én ezt meg azt a gyógyszert szeretném kiváltani, és akkor mondják, hogy de hát ez csak receptre, mondom, ejha, a fenevinél. És picit nem akar, mintha te nem tehetnél róla, hogy mégse vagy beteg, vagy nem, valami ilyesmi játék? Ez ilyen, hogy mondjam, és akkor jó, próbáljuk ki a vén nélküli gyógyszert, akkor hát, ha segíteni fog, és akkor így ellavírozok vele egy pár hétig, aztán pedig beadom a derekam, és amikor már elegen szólnak, hogy most már lépjek, akkor megteszem. De mi lehet annak az oka, hogy amikor ez amikor nincs, amikor nincs baj, akkor bajt diagnosztizálsz, amikor pedig tényleg baj van, akkor pedig halogatod. Tehát nem kapva kapna az alkalmon a hiponder, hogy gyerünk, ez most nem gyakorlat, mentünk a gyógyszertárba, hogy gyerünk, beteg lehetem. Hát nyilván, amikor tényleg igazán nagy gáz van, szóval most nem arról van szó, hogy tegyük fel, hogy üszkösödik a lábam, és akkor hát már én nem nagyon tudok járni, és tudod, tolókocsival közlekedem mindenhová, hogy most már talán ki kéne váltani azt a kenőcsöt, meg ilyenekről van szó, nem itt allergiagyógyszerről van szó, vagy száraz bőrre való krémről, meg ilyenek, szóval hogy ezek nem ilyen igazán komoly cuccok, hogy csak komoly. Egyelőre. De hogyha valami tényleg komoly ügyről van szó, akkor azt én sem veszem félváról. És ez csak a egészségügyi halogatás, vagy volt neked mondjuk egyetemben beadandó leadási halogatás? Hát én ezt mindig az utolsó pillanatban adom le, sőt, azt úgy is
Például nekem tavaly, hát már lassan ilyenkor kellett volna diplomáznom, de... Megvár az évtizedekig is vár. De még lediplomáztam már közben, ja. Viszont csak egy fél évet csúsztattam az ügyet, mert tavaly egészen egyszerűen így nem mentem be a vizsgáimra, amiket felvettem, meg nem mentem el államvizsgázni, meg ilyenek. Ja, mert hogy jó lesz. És már idén is már úgy voltam vele, hogy volt egy tanárom, aki nem osztályozott le a határidőig, és akkor én már beletörődtem, hogy hát most az a plusz fél év kit érdekel, lesz most egy tárgyam, legalább még bebejárogatok a kampuszra, de azt hál' Istennek az is meg lett, szóval igen, ebben is, meg hajlamos vagyok. Zenekarban is vagy halogatban? Zenekarban, hát... Nem annyira. Bizonyos meg kell írni, átírni, kitalálni, vagy a fényképeket megcsinálni, vagy megírni a tervet, vagy a szöveget megírni. Ezek igen, a saját magunk az, számára hogy... fontos dolgok, amikben az ember nem is érti, hogy miért hal. Tehát, és közben gyűlöli magát, hogy de hát könyörgöm, ezt én találtam ki magamnak, és nekem jó. Hát az ennek a nem is a művészi része, az ilyen dalírós dolgok, azok nem, azok szerintem elég flottul jönnek, mennek ott, arra már van egy frankó metódusunk szerintem, hogy ezt hogy csináljuk. Akkor, amikor zenekarral kapcsolatos e-maileket kell megírni, vagy telefonokat megejteni, akkor már sokkal inkább, de már ezt is megtanultam kezelni, vagy hát legalábbis remélem, szóval, hogy igyekszem, mert nem szeretem azt sem, hogyha valaki más miatt áll egy ügy a és lóg a levegőben, és nem tudunk vele mit kezdeni, úgyhogy ezt magamtól is megkövetelem, hogy működjön, de nyilván, amikor reggel 8-kor kapok erről egy üzenetet, vagy egy e-mailt, hogy ezt, meg ezt, azt jó lenne, hogyha megcsinálnám, akkor én nem az az arc vagyok, aki szereti nulla olvasatlan üzenettel tisztán tartani a postafiókját, hanem ez egy ilyen 2300-ig gyűjtögetem nem. A dolgokat. Hogy bírjátok ti? Hogy bírjátok hát rengeteget ti? Kap. Most nyilván ennek a 2300-nak a 2317-ből 2310 az a Netflix, HBO Go. Miért nem unsubscribe? Miért nem tölöd ki? Mert közte van viszont egy-két, ja, meg számlák, ugye? Tehát, hogy a számla befizetéssel kapcsolatban viszont nagyon halogató vagyok, és akkor mindig kapok egy kis büntetést is, szóval ilyen pár száz forint, amíg többet fizetek. Szerintem megérjek, én is ilyen vagyok, és megéri. Én azt gondolom, hogy az a szabadság, én egy picit sokszor szándékos halogató vagyok már, megjön a vizé, és azt mondom, hogy nem vagyok a csicskátok. Tehát én nem ugrom fel az asztaltól ebéd közben, és fogom akkor befizetni. Nem is értem, hogy miért nincs nektek egy ilyen csoportos beszedési, vagy én állandó. Én egyszer meg tudom magyarázni. Nekem, én hozzászoktam az elmúlt 20 évben, hogy nincs állandó és stabil havi bevételem. De azt így is úgy is ki kell fizetni, tehát az, hogy még nincs, tehát maximum nem tudja levenni, hogyha nincs ott. Hát, de van olyan, hogy van, de én... Jobb azt magunknak csinálni, igen, meg... majd később. Ezzel mindannyian így vagyunk a Márkó kivételével, aki mindezen közben, hogy hasonló hozzánk, két kényszeres is. Én ezzel úgy vagyok, mint az inflációval, hogyha két számjegyű az olvasatlan leveleim száma, akkor attól befeszülök, de annyira feszülök be, hogy ez egy egész nap nyomaszt. Uh-huh. És az is megvan, hogy mikor nézhetem meg az e-mailt. Reggel 9 előtt nem nézhetem meg, hogy jött-e, és este 9 után nem nézhetem meg, hogy jött-e, viszont nem indulhatok úgy neki egy ebédnek, hogy 10 fölött van. És akkor ez rendkívül nyomaszt, és beírok egy naptárbejegyzést délutánra, hogyha észrevettem, de nincs időm, hogy redukálni. El kell lazulnod. Én hiszek abba, kíváncsi vagyok a véleményedről, ha már e-mailek, én is több százat hagyok, és én hiszek egyfajta ilyen fontosság evolúcióban. Kitörlődik magától? Nem, hanem egyszerűen okafogy. Tehát nagyon sok olyan e-mailje van az embernek, amit ha úgy leül hozzá, akkor azt mondja, hogy ú, de most erre megírni, hogy kell erre igen, megírni András, azt, hogy azt nem. Azt kérdezem tőled, hogy ráérsz-e egy meghatározott napon, amikor a vendégünk ráér, az csak és mindenki más válaszol, és én viszont 18-szor reply all-al küldöm neked, András, neked, aztán már csak neked forválkozom, András, és neked, igen. Nem lenne egyszerűbb egyszer válaszolni, tudom. És akkor 20-szal kevesebbet kapnál. Én legalább, tehát végül is itt vagyok, és legalább józan vagyok. És legalább nem jó. Én is, mert egy korty sört itt adtál velem, ami most már szénsavtalan és meleg, és nem fogom meginni. Bari, nyugodtan menj haza, mert ezt mi most itt lejátszunk. Na figyelj, én azért még feszegetném ezt egy picit. Úgy gondolom, ez a két dolog lehet akár egytőről fakadó is, a hipohondria, és közben a halogatás, akár egészségügyi, akár más téren. Ez egy picit nekem egy olyan, és sokat tudok ehhez kapcsolódni, kicsit az a narcisztikusság, amit a Márkó említett, hogy valahogy úgy az ember meg akarja kapni a külvilágtól azt, hogy
hogy egy ilyen dicséretet. Szóval ez egy valamilyen külső visszajelzés, kontroll, mánia, nem mind a kettő, hogy úgy megélni azt, hogy nekem jó, nincs semmi bajom, lustálkodhatok még, ezt úgy mondják meg nekem, vagy kapjak rá. Lehet, nem tudom, én nagyon-nagyon nem szeretek mások terhére sem lenni, szóval, hogy nekem ez, és ilyenkor kicsit azt érzem, szóval, hogy én nem azért mondom ezeket a dolgokat, inkább már így poénból jegyzem meg ezeket az ügyeket, de nyilván amikor a webbeteget olvastam, és lementem a gimnázium, a kollégiumnak a betegszobájára, és akkor jeleztem, hogy én a tüdőrák tüneteit tapasztalom magamon, akkor én nem a nővérkétől vártam egy pozitív visszajelzést, hogy jaj, Barnuska, semmi baj, te nagy gyönyörűek ezek a tüdők, hanem akkor tényleg kíváncsi voltam a véleményére, hogy mi a pálya, és hát azt mondta, hogy szerint az agyam rákos, nem a tüdőm, úgyhogy ezzel nem segít. Azzal nem tudunk mit kezdeni. Azt hittem, hogy viccesen elhajt téged, de igen. Egy még mélyebbre döfte a tört. Nem, nyilván. És hogyan reagálsz arra, ha másnak van baja, vagy a környezetednek, vagy segíteni kell, akkor... Szerintem rendkívül empatikus vagyok, akkor is segítek, hogyha valakin azt látom, hogy gáz van, akkor, és én próbálom tanácsokkal ellátni, hiszen én, mint régi motoros, nagyon sokat tudok már ezekről az ügyekről. Tehát, ha én felhívnálak, hogy nekem amikor van lilafoltom, akkor az átterjedne rád, vagy te akkor teljesen higgadt tudnál maradni, hogy... és meggyőzni engem, hogy én hülye vagyok. Nem mondanám, hogy András, nyugodj meg, nekem is volt múlt héten lilafoltom, azt hittem, hogy trombózis, de csak bevertem a kezem egy kilincsbe. De a vizelettartási problémáinkról beszéljünk még, mert azért te is elmentél most hát még nem egyszer. Hát nem sörözöm, ugye? Tehát neked de... már nagyon kell, ugye? Akkor ez nagyon, már azért már így keresztbe igen, lábam. Nekem is, ajaj. De mi az Andrással nagy, ugye nekünk van a Pisi híradó. Igen, van egy ilyen kis külön csoportunk, ahol beszámolunk akár hangüzenet formájában, akár csak írásosan. Hogy ezen a héten másodszorra hogyan pisiltünk be, mert egész egyszerűen nem, tehát és én most már amióta olvastam egy cikket arról, hogy a biztonsági pisilés az milyen rossz, mert azt tanítja a hólyagunknak, hogy már kisebb kitágulás esetén is jelezzen, hogy ajaj, tele van. Tényleg? Azóta lelkiismeret furdalásom van, amikor elmegyek pisilni. Na ez már megint egy sokkal komolyabb probléma, hogy neked lelkiismeret furdalásod van, amikor elmész pisilni. Ezt én egészen más szituációkban hallottam, de igen, valóban én nem véletlenül álltam le a sörről, mert azért kezdtem el fröccsözni koncertek előtt. De azért kezdtem el fröccsözni. A sör helyett, mert előfordult olyan már, hogy az Ipoly Tarnóci, nem tudom milyen fesztiválon, amikor ott koncerteztünk, hogy egy dal közben, ami úgy kezdődött, hogy a Giorgio így egyszer gitárral játszik, és nekem ott vokalista feladataim voltak. Egyszer nem bírtam tovább, mert megittam 2-3 korsóval koncert előtt és közben, hogy én most vagy választhatok, hogy be fogok húgyozni a színpadon, vagy pedig leszaladok, úgyhogy inkább az utóbbit választottam. De... Az vesterem az első vesekövet, aki még nem szaladt le. Igen, de ezen a fesztiválon nem olyan volt a színpad, mint mondjuk egy bármilyen budapesti klubban, hogy te egészen egyszerűen lesétálsz róla, hátramész a backstage-be, és ott van egy prima mosdó, hanem itt olyan volt a színpad, hogy egy létra volt neki támasztva a színpad szélére, ahol nekem le kellett másznom, és át kellett szaladnom az egész közönségen, hogy a színpad túlsó végében lévő toj-toj WC-ben elintézhessem a dolgomat, majd visszaszaladnom, de menedzseltem a dolgot, egyébként 2,5 perc alatt a létramászással és a futással együtt megvoltam, és visszaültem pont a dobhoz arra a pillanatra, amikor nekem be kellett számolni, 2H, és így az. Szóval, és ott döntöttem el, hogy akkor itt többet nem sörözünk. És te gondolkozol, hogy neked nincs ez nem pszichoszomatikus a te részedről? Nekem van olyan, hogy tényleg 16 percenként pisilek, uh-huh. És van olyan, hogy hosszú-hosszú órákra megfeledkezem arról, hogy tulajdonképpen... Hát ez lehet, hogy, tehát, hogy a pszichoszomatikus mondjuk a Műpás koncert előtt, most nem akarok másnak a nevében nyilatkozni, de a zenekaron belül is van még ilyen arc, aki ebben nagyon jó cimborám, és együtt járhatunk mindig pisilni a koncertek előtt és után. és pont a Műpás koncert előtt történt ez, hogy igen, ott azért egy ilyen 7-8-szor a koncertet megelőző 4 percben kimentünk még a cimborámmal. Az én pisiléseim, azok a lányom szerint egyébként nem a
hólyagommal van baj, hanem hogy szar helyen van a kulcsom, és szervezetlen vagyok. Tehát igazából attól pisilek be, hogy az utolsó pillanatban még az ajtóm előtt kell térdelni. Ide kell szorítanom a lábtörlőt, ilyen baglyos lábtörlő van, amit így edeszorítok, és azon gondolkozom, hogy ha egyszer már megbeszéltem magammal, hogy mindig a táskám bal zsebébe van a kulcsom, akkor pont most, pont ma, amikor amúgy pont ki volt számolva, hogy még beérek, esetleg nyitva hagyom a bejárati ajtót, mert emberek vagyunk, hát pisilek, és föltépek mindent, és kabátban, táskámmal a vállamon, egy picit belelóg hátul a vízbe, leülök pisilni, hogy ne legyen baj, mert ha állva kezdek el pisilni, akkor utána takarítás is kell, de akkor miért nincs ott a kulcsom? Nem tudom, és amikor rossz döntéseket hozunk, mert annyira kell pisilni, hogy már nem tudunk koncentrálni a... Ugye van rajtam, egy öv, föl van húzva a nadrágom, de le van hajtva a WC ülőke, viszont csak egy mozdulatra van idő. Nem lenne sokkal egyszerűbb bepisilni, hiszen úgyis minden tiszta pis is lesz. Legalább a fürdőszobát nem kéne takarítani, mert felfogja a farmer. Nem tudom, hát... Azt hiszi az ember, hogy belefér a két mozdulat is. Egyébként jobban a külvilágot is hibáztatom, eltűnt Budapestről a köz-WC rendszere. Igen, ez amit azért az nem, ezt mint biciklista mondom, főleg amikor futárkodtam, akkor azért én úgy érzem, hogy amikor futár voltam, akkor a társadalom egyik jogos tagja voltam, csak hogy én este 6-tól éjfélig az utcán, és akkor hova pisiljen az ember? Ez volt az a kétkezi munka, amiről nem akartál beszélni a kadarkainál? De úristen, de felkészült. Igen. És a másik, hogy az autóiparnak is, ha az autóipar iszonyú energiával GPS fűthető tükör, memóriás ülés, már itt tartunk, akkor ezzel is kéne valamit kezdeni. Egy kacsát nem lehetne beletenni, de tényleg. Nagyon sokszor van az, hogy az ember Budapesten nagyon dugóba kerül. Nagyon. És nagyon. Az, hogy az ember összeszorított foggal azt mondja, hogy Karácsony Gergely, az nem segít. Az sem segít, amikor félrerántjuk a kormányt, és 16 szemlélődő közben csak úgy pisilek, hogy közben bocsánat. De ezt bocsánat a dugóban ilyet csináltál már? Minden, ez nem is kell, hogy dugó legyen. De az, hogy én bárhol, bekötő út, kikötő út. Betörtem rinocéroszként egy sövénybe. Arra gondolva, hogy ugyanúgy látnak, az, tehát ha már, akkor legalább attól kiméljem meg őket, és a sövényben belül állva megpróbáltam a telefonomat a fülemhez tartani, mintha én egyszerűen csak egy fontos beszélgetés közben betévedtem. Senki nem hallhat meg. Azt kell, mindenképpen kell közben a kamu telefonálás. Az mindenképpen kell. Igen, nem hallom. Van az a youtuber, aki meg azt csinálja, hogy tölcsért hajtogat az újságpapírból, így, és miközben telefonál, oldalra az újságpapír tölcsérrel, beteszi a slicibe, és akkor úgy jön a picit elhanyarodtunk, vagyis hát talán vissza. Vagy vissza. Volt egy nagyon-nagyon, volt egy számomra nagyon-nagyon személyes ügy, ami most elhangzott, így kicsit összeértek a dolgok, tehát a ünnepnapokon kórházba kerülés és a pisilés az ajtó tövében, amikor próbálsz hazajutni. Én egyszer húsvét hétfőn játszottam el azt, hogy hazamentem Balatonról egy hosszú autóút után, és nagyon kellett már pisilnem a végén, és amikor a ház előtt álltam, és próbáltam elővenni a kulcsomat, akkor azért, hogy ezt a vizelési ingert csökkentsem, fél lábon ugráltam, és ezzel viszont egy akkorát ugrottam, hogy kibicsaklott a bokám, és fél lábon így elvonszoltam magam a mosdóig, ott már ezzel nem volt probléma, viszont akkor a jobb lábfejem az körülbelül a kétszeresére dagadt, és akkor hívtam először az ügyeletet, hogy háló, tessék, itt szerintem itt ugrálok be pisilve, és de nem pisiltem be, szóval nem tudom, hogy hogy oldott. De én így fogom mesélni. Igen, de jó, de majd a haverjaimnak tudom. Nem pisiltem be, de igen, ez teljesen átérde, és akkor is a kulcsomat kerestem, és nem tudtam beledugni, mindegy, elestem, ez volt az én vesztem. 1, 2, 3. Lehet egy lassú rész is. Bőzsülni kell. Bőzsülni kell.
nagyszerű volt ez a... Messziről indultunk, de azért, azért jó, hogy így, így megnyíltál nekünk, meg szerintem félig komoly is ez, félig komolytalan is, de nagyon mert, megdicsérünk, mert szép ilyenek vagyunk, és ezt. Tényleg köszönjük, viszont mindig meg szoktuk kérdezni a vendégeinket, hogy hogyan élnek együtt ezzel a problémával, hogyan kerekednek felül rajta, milyen praktikákat gyakorolnak, mit tudnának tanácsolni másoknak, és most kicsit visszatérve az eredeti problémádra, uh-huh. a hipohondria, hogy volt-e már olyan, hogy, hogy volt valami módszered, hogy hogyan tereld el a figyelmedet, hogyan legyél úrrá magadon? Vagy, bocsánat, hogy hogyan kezeld azt, hogy igazából ez egy picit férfiatlan, picit gyerekes, picit magyarázkodásra kényszerül az ember utána, ahhoz is kell egy valami technika. Hát szerintem az a, az, az egyetlen és legjobb opció, hogyha neked ezek a dolgok eszedbe jutnak, akkor ezt elmondod a barátaidnak, meg a környezetednek, akik vagy kiröhögnek, vagy megnyugtatnak, vagy pedig, hogyha tényleg olyan az ügy, és tényleg problémás a dolog, akkor pedig elvisznek a kórházba téged. Tehát beszélni kell róla. De hát a legtöbb ilyen problémának szerintem, amit kitárgyalásra kerül, az a megoldása, hogy beszélni kell róla, és akkor te is sokkal inkább rendben leszel. Te megnyomhatnál egy zöld gombot, hogy Héra Barni olyan legyen, hogy amikor meglát egy lila foltot, akkor azt mondja, hogy és megy tovább. Nem nyomnád meg azt a zöld gombot? Nem tudom, nem, mert közben meg nagyon vicces szitukat tud ez eredményezni, és nálam az ja, minden, hogy te unatkozol, hát most is, erről van szó, fiatal ember unatkozik, igen. Heti 3 koncert, de azon kívül. De ez neked nem tetszik, hogy nem nyomnád meg azt a gombot? Nem, hát nyilván nem. Hogy ebből problémáim is adódnak adott esetben, de én úgy szeretem élni az életemet, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, minél viccesebb lesz a végkifejlet, annál jobb. Igen, dalokat lehet belőlük írni. Na, és most is fogunk egy dalt írni. Megint elfelejtettünk szavakat felírni. Az van, hogy, hogy olyan szórakoztatóak mostanában a vendégeink, hogy egyszerűen nincs. Vagy mondok valamit, simán nincs. Lehet, hogy a műsor számos rossz tulajdonsága mellett, elemei szegmese mellett, ez is egy. Tehát, hogy ez egy hiba volt. Azt gondolom, hogy ez így fog működni. És ennek jó, mi vagyunk de az mi akadályai. Fogunk írni egy dalt Barnabással együtt, és ezt te fogod énekelni. Ugye ezt jól mondom. Király. Hát, hogyha szeretnétek, de lehet, hogy rappelni szeretnék inkább. Amit szeretnél. És hangszerezhetsz is, ha akarsz. De azt olyan lesz, tehát ahogy te szeretnél. Szavakat nem tudom, hogy lesznek-e benne, de a beszélgetés elég vicces volt, és voltak benne azért vicces sztorik, úgyhogy biztos, hogy vicces lesz ez a dal is. A teljes dalt a podpet.hu-n tudjátok meghallgatni, vagy hogyha pár napot vártok, akkor a YouTube-on egy klip formájában megtekinthetitek, a YouTube-on iratkozzatok fel, a Spotify-on is iratkozzatok fel, és rétingeljetek, és maradjatok velünk örökre. Legyetek velünk, legyetek a hálószobánkban, engedjetek be bennünket a hálószobátokba, legyünk együtt, legyen ez egy szimbiózis, éljünk Ustán. Együtt. De az ilyen csávókat a gimnáziumi bulikba, akik ezeket a... Engedjetek be minket a hálószobát. Aki úgy nézik, tehát, hogy legyünk egy szimbiózis. És ez a dal most! Márkó, azoknak szól, akik... Nagyon, nagyon gáz vagy, ha be vagy rúgva. De András, de miért akarod rám akasztani ezt a... Látszik, mindenki látja. Jobb akkor fölvállalni. Nagyon szépen köszönöm, Barnabás, hogy itt köszönjük voltál. Köszönjük, Barnabás. És figyelj, nyugi, nincs akarsz... semmi bajod, minden oké. Ha kíváncsi vagy a közös dalunkra, amit ennek a beszélgetésnek a szavaiból írtunk és élőben adunk elő, akkor kattints át a podpet.hu-ra, ahol akár most is meghallgathatod ingyen. Itt a YouTube-on pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő epizódról, vagy az ehhez a dalhoz készült, később megjelenő videóklipről.